Egy nagyon szép eseményen vettünk részt kameránkkal. A Rozmarin utcai alapiskola tanulói gyűjtést szerveztek egymás közt, ennek bevételét a mentálisan sérült embereknek ajánlották fel. Vznikla v žiackom parlamente približne pred 8 alebo 9 rokmi. Nepamätám si presne, či ja to bola myšlienka, určite nejakých žiakov. Ez az ötlet a diák parlamentünkben született körülbelül 9 évvel ezelőtt. Az alapötlet az volt, hogy valamilyen gyűjtés kellene szervezni, mert mi is gyűjtünk olyan dolgokra, mint a rákellenes nap, vagy az óra a gyermekekért, de szerettük volna, ha lenne egy olyan gyűjtésünk, ami csak a miénk. Az ötlet januárban merült fel, kitűztük a dátumot, hogy Valentin napon fogunk gyűjteni. És így csináltunk egy Valentin napi mosolygyűjtést. Ez egyfajta magánrendezvénye a mi iskolánknak. Pénzt gyűjtöttünk, és előre tudtuk, hogy azt a mentálisan sérült embereknek adjuk. Ezt az egyesületet korábban csak az őszi egészségnapi rendezvényünkről ismertük, amikor eljöttek segíteni a Klapkatérre. Ezért úgy döntöttünk, hogy támogatjuk őket. Akkoriban körülbelül 10 diákkal jöttem ide, és körülnéztünk, láttuk, hogyan dolgoznak, és ez nagyon megérintett bennünket. Ezután minden évben megismételtük ezt az adománygyűjtést. Ez már hagyományá vált. Egy kicsit finomítottunk rajta, hogy azok is részt vegyenek benne, akik nem járulnak hozzá anyagilag, akik pénzt adományoznak, Valentin kártyát kapnak, amelyet tanulóink készítenek el a képzőművészeti órákon. Ez már egy az egész iskolára kiterjedő rendezvény. A tie valentinky vyrábajú všetci žiaci Rozmarink na hodinách výtvarnej výchovy. Takže je to už fakt taká celoškolská akcia. Nagyszerű, hogy a felnőttek saját példájukkal arra ösztönzik a gyerekeket, hogy gondoljanak másokra és segítsenek a rászorulókon. Úgy gondolom, hogy az iskolánkban ez elég jól működik. Igen, mindig lesz valaki, aki azt mondja, hogy nem ad pénzt, de mi mindig azt mondjuk, hogy nem kell, de ez egy lehetőség. Sokszor, amikor már találkoznak azokkal, akiknek adakozunk, teljesen másképp állnak hozzá. A gyerekek nagyon pozitívan reagálnak. A lányok számára újdonság volt a létesítményben tett látogatás. Ma vagyok itt először, és egy teljesen új világot ismertem meg. Nagyon örülök, hogy lehetőségem volt idejönni és látni, hogyan dolgoznak ezek az emberek. Nagyon örülök, hogy városunkban van egy ilyen intézmény, mert így ezek az emberek úgy érzik, hogy ők is értékesek. A diákok megtapasztalhatták, hogy élik mindennapjaikat az intézmény lakói. Ebben az esetben is igaz, hogy jobb egyszer látni, mint százszor hallani. Láthattam, hogy aktívan tevékenykednek, különböző anyagokból készítenek dolgokat, és nagyon kreatívak.